Rég nem látott módon fogtak össze civilek, hogy a lehető legtöbbet segíthessenek a nagy hidegben azoknak, akiknek a legjobban szükségük van erre. Erről beszélt híradónknak a Budapest Bike Mafia alapítója. A Mehely alapítvány munkatársai és krízis autója folyamatosan rója az utcákat és fogadja a bejelentéseket a veszélyben lévő emberekről. Az idei télen eddig több mint 80 ember fagyott meg. Ma délelőtt két hajléktalan holttestére bukkantak egy zuglói építkezés mellett. Otthon összetettünk pulóvereket, kabátokat, amiket már nem használunk, meg hoztunk egy kis hideg élelmiszert. Kabátokat, pulóvereket, sálakat hoznak civilek a Víg Színház előtt felállított úgynevezett szabadfogasra. Azért, hogy akinek szüksége van rá, az választhasson magának egyet a meleg holmik közül. A hőmérő mínusz 5 fokot mutat délután 1 órakor a belvárosban, de éjszakára újra mínusz 20 fokig is lehűlhet a levegő. A Menhely Alapítvány igazgatója azt mondja, a szeretett szolgálatokkal közösen működtetett krízisautók 24 órában járják a várost, a diszpécser szolgálat pedig folyamatosan fogadja a hívásokat. Rekordokat döntögetünk, már második napja 350 feletti hívásszámmal dolgozunk, és ezeknek a jelentős száma 45%-a utcai bejelentéseket akar, tehát gyakorlatilag ilyen 150-170 utcai bejelentésre kell autót küldenünk, ahol ugye hajléktalan emberhez kérnek segítséget. Ott a háztömbnél bent volt, két pokrac volt rajta, azt mondta, jól van. A Budapest Bike Mafia Üllői úti központjában nem csak az információk, hanem az adományok is folyamatosan érkeznek, ám ez a mennyiség csupán 10%-a annak, amely az elmúlt két napban érkezett. Az élelmiszereket, takarókat önkéntesek viszik el a hajléktalanoknak. Havasi Zoltán azt mondja, rég nem látott mértékben fogtak össze a segíteni akaró civilek. Az önkéntes mag az én 30 ember körülbelül. Ilyen helyzetekben most nyertünk egy csomó önkéntes, nagyon sok lelkes embert kaptunk, és remélhetőleg közösen fogunk a jövőben együtt dolgozni. Ha azt a számot kell elmondom, hogy körülbelül hány önkéntest remélhetünk ennek az akciónak a kapcsán, szerintem 100 fölött van a szám, és hát maradjunk együtt, és csináljuk tovább. Varga Dávid reggel óta itt van, és mert szeret másoknak segíteni, este sem megy haza. Megyünk ki, éjszaka körbejárjuk a várost, keressük a hajlék nélkül élő embereket, akár aluljárókban, akár máshol tudjunk segíteni, takarókkal, élelemmel, forró teával, láb, kézmelegítővel, izolációs takaróval, stb. Mi az, amikor azt érzed, hogy megéri ezt csinálni? Mindig azt érzem, ezt mindig megéri csinálni. A hidegben a rendőrök is segítenek. Az elmúlt 48 órában 53 esetben intézkedtek a fagyban bajba került emberek megmentéséért. Az elmúlt napok járőrszolgálati során sokszor találkoztunk olyan fedélnélkül élő emberekkel, akiknek segítséget tudtunk nyújtani, és krízis autókkal őket melegedő helyekre tudtuk szállítani. Sajnálatos esemény, hogy nem mindenkinek tudunk ilyen esetben segíteni. Segíteni annak a két hajléktalan embernek sem tudott senki, akiknek a holttestére vasárnap délelőtt találtak rá zugló egyik üres telkén. A betonfal tövében talált férfi és nő az éjjel fagyott halára.